Szomszédok zuglóban sorozatunk mai vendége, Szedlacsek Katalin, köszöntöm a stúdióban, akit nem kell bemutatni a Zugló TV nézőinek, mert programjaival, színes programjaival mindig jelen van, de most egy kicsit más oldaláról, más profilról is bemutatnánk őt, hiszen 20 éve, ha jól tudom, ugye 20 éve a Zugló zenei életének egyik központi figurája, már olyan tekintetben, hogy egészen piciket tanít zenepedagógusként, és zenei élményeket nyújt, koncerteket szervez, táboroztat, felnőttekkel foglalkozik, minden a zene körül forog, és ugyan most már pár hónapja nem Zuglóban lakik, de azért Zugló a szívéhez gondolom közel áll, már nem csak a munkája miatt is, mert itt is élt, úgyhogy ő itt a szomszédunk is volt nagyon sokáig. A zenepancsi egy új műfaj most ebben a zenei kavalkádban, amit te vezetsz. Mesélj nekünk erről a zenepancsiról. Kik járnak oda, miért járnak oda, és miben úsznak zenében azon kívül, ugye? Hát egészen pontosan egy picit javítanék, mert hogy hangpancsi a neve ennek a dolognak, amiről te beszélsz. Hát ugye nagyon szépen elmondtad, hogy az egész életem lényegében a zenéről szól, a zene köré szerveződik, és néhány évvel ezelőtt én elkezdtem megtanulni a hangterápiát, hogy úgy mondjam, és ugye ez elsődlegesen ugye a felnőttekből indult, de arra gondoltam, hogy sajnos manapság olyan világot élünk, ahol nem mondhatjuk csak azt, hogy a felnőttek stresszesek, hogy a felnőtteknél van csak erre szükség, hanem sajnos már a gyerekeknél, tehát tudja mindenki, hogy sok esetben előfordul olyan, hogy a gyerek nem szívesen indul el az iskolába, az óvodába, valamilyen tünetet produkál, fáj a hasa, fáj a feje, belázasodik. Uh-huh. Tehát ezt csak azért gondoltam elmondani, hogy már a gyerekek esetében is szükség lehet a stressz és oldásra. És akkor a szülőnek rögtön az jut eszébe, hogy hangpancsi? Igen, biztos, tehát, hogy nem. De ezért mondom, hogy tehát akkor hogy folynak össze itt a szálak? Hát úgy folynak össze, hogy egyébként az én kezdetekben, hogy álltam én neki ennek a hangpancsi dolognak, aminek akkor egyébként nem ez volt még a neve, hanem hangterápia gyerekeknek, és aztán idén védjegyi oltalom alá került a név, a hangpancsi név egyébként, és akik táborokba jártak hozzám, meg egyáltalán ugye az a nagyon sok gyerek, aki hozzám jár az én zenei foglalkozásaimra, belőlük kerültek ki az első hangpancsisok, akiknél, hát úgy mondjam, azért kísérleti jelleggel megpróbáltam, hogy mennyire befogadóak, hogy fogadják, a táboraimba bevezettem, tehát ugye itt mondtad, hogy én nagyon sokféle zenei dologgal foglalkozom, többek között a kokas módszerrel, a komplex művészeti neveléssel, és például a táboromban van lehetőség arra, hogy a hangterápiát a módszer elé teszem még bevezetésként, utána jön ez a komplex művészeti módszer, tehát, hogy egy nagyon sokféle integráció, illetve tehát komplexen tudom kezelni, hogy így mondjam ezt a módszert, és hát erről film is készült egyébként néhány évvel ezelőtt, és ezt az ELTE-n be is mutathattam, mert volt egy zeneterápiás konferencia, és ott én a hangterápiával bemutatkozhattam, és mivel ugye tehát ELTE-sek hallgatók, ezért érdekes volt az, hogy bemutathattam, hogy mit teszek én a gyerekekkel. És akkor igen, mit teszel? Tehát mert felnőttnél azért, felnőtt fegyelmezve tudja, hogy mit kérnek tőle, de egy kisgyereket hogy lehet terapeutaként nevelni? Hát egészen másként. Tehát egy teljesen más megközelítésből, és mindjárt ezt el is mondom, de azért azt szeretném elmondani, hogy a módszert,
Tehát az, hogy hogy indult el, és mi minden egyéb területtel ötvöztem, egyszer csak azt gondoltam, hogy ez így nem lesz elég, tehát, hogy a gyerekeknél nagyon oda kell figyelni itt a relaxáció esetén, és egy szakpszichológus kolléganővel, Stiblár Erikával dolgoztok ki egyébként ezt a programot. Erről majd beszélek hosszabban, viszont a kérdés az az volt, hogy hogyan lehet. Hát úgy lehet, hogy egyrészt mondjuk egy táborban ugye hosszan együtt vagyunk. Igen, tehát több napon keresztül. Így van, több napon keresztül a táboromban mindig jelen van a gyermekjóga. A gyermekjógában ugye eleve megjelenik a relaxáció. Tehát nem idegen a gyerekektől. És itt ezen a, ebben a filmben... Hány évesekről beszélünk? Ha azt kérdezed, hogy hány éveseket tanítok, vagy mondjuk, hogy a hangpancsit... Hát ez a hangpancsit. Hát a hangpancsit én azt mondanám, hogy nagy csoportos kortól, de egyébként óvodapedagógusok, akik ugye nap mint nap bent vannak a csoportba, akár korábban is el lehet kezdeni. Bocsánat, igen, hogy közbeszálltam. Igen, és ez úgy néz ki, hogy van egy része, amikor mintegy felkészülünk a relaxációra, itt konkrétan hangpancsis játékokat alkalmazunk. Ugye ezek mit használok, mert hogy azért ez egy lényeges kérdés, tehát hangterápiás eszközöket. A hangterápiás eszközök például a tibeti hangtál, ez most már ugye egyre inkább elterjedt, most már azért sok ember tudja, hogy amikor azt mondom, hogy tibeti hangtál, az mit jelent? Gong, tingsa, kosi. Öblös tálak, amelyek különféle hangokat így adnak van, ki, ugye? Így van, így van. A gong ugye ez a nagy, meg... amit egyébként ugye a szimfonikus zenekarokban igen. is professzionális formában használnak. Tingsa, kosi, ezek mindenféle ilyen gyönyörű, csilingelő hangot adnak, a chime, akkor dobokat, óceándomot. Tehát akkor relaxál ilyenkor a gyerek. Ugye? Igen, de azért mondom, hogy a bevezetésként játékok, tehát megkapja. Uh-huh. Megkapja ezeket az eszközöket, megszólaltathatja az eszközöket, kipróbálhatja. Eköré rengeteg jó pofa játék szerveződik, ami ugye a gyerekeknek érdekes, és akár összekapcsolódhat mondjuk mozgással, mert ha éppen mondjuk nagyon rossz idő volt aznap, és nagyon fúj a szél, ami ugye a gyerekeket nagyon megzavarja, és olyankor éppen, hogy nagyon felpörögnek. Akkor például a mozgással össze lehet kapcsolni ezeket a hangterápiás eszközöket, és amikor már egy kicsit lefáradtak, vagy már egy kicsit a koncentrációtól már egy kicsit lenyugodtak, hogy így mondjam, akkor utána jöhet maga a hangpancsinak a relaxációs része, ahol ez sem olyan egyszerű, hogy én elkezdem használni a terápiás eszközöket, hanem itt jön be a szakpszichológus kolléganőnek a munkája többek között, hogy valamilyen kis történet köré szerveződik, valamilyen kis relaxációs sztori köré szerveződnek ezek a hangok, amik megszólalnak. És ugye mondhatnám, hogy önmagában is egyébként elegek ezek a terápiás eszközök, de valójában itt ugye az történik a hangpancsiban, hogy a relaxációs technikákat és a hangterápiát ötvözzük, és mindkettőnek megvan a maga spontán hatása, de ezt mi pedagógiai célokra, illetve mentálhigiénés prevencióra használjuk, hogy így mondjam. És akkor mit tekintetek eredménynek, és mennyi idő alatt következik be az eredménye? Ez egy nagyon jó kérdés, igen. Na most én azt gondolom, mert odáig nem jutottunk el, hogy ebből alakult egy képzés, egy felnőtt képzési program, mert hogy azért itt ez szerintem nagyon komolyan kapcsolódik a te kérdésedhez, tehát van egy hangpancsi képzés nevezetű felnőtteknek, pedagógusoknak, jogaoktatóknak. A kerületből jönnek hozzád? Az országból. Az országból, igen. Igen, és itt megtanulják egy 30 órás képzés során, hogy vezethetik be ők a saját óvodájukba, a saját iskolájukba, a saját jogacsoportjukba, milyen technikákat, módszereket, játékokat tudnak felhasználni. Na most eleve nagyon látványos egyébként, tehát mondjuk a filmemben ott nagyon-nagyon látványosan megmutatkozott, hogy azért az ember azt nem gondolja, sőt nem is kell, hogy gondolja, hogy nagy csoportos első-másodikos gyerekek mozdulatlanul fekszenek mondjuk egy relaxáció során, mert hogy ez nem
nem elvárható, nem elvárás, tehát ugye nekik a még abszolút a mozgás a lételemük, tehát de hogy ezt nem... te eléred? Így van, tehát hogy például itt ezen a filmen egyértelműen látható, hogy icipici mozgások láthatóak a gyerekeknél, de egyébként becsukott szemmel, elmélyülten relaxálnak. Látod, hogy az életvitele meg mentalitása is megváltozik? Így van, tehát hogy igen, tehát hogy milyen gyakorlati tapasztalások vannak, hogy most itt van egy magánovoda, ahol egy referencia óvoda lett lényegében. Itt ugye heti rendszerességgel járok a gyerekek közé. Na most nekem nagyon érdekes volt tulajdonképpen a pedagógusok visszajelzés, hogy amikor legelőször elmentem, és a gyerekek egyáltalán nem találkoztak még ilyen eszközökkel. És egyrészt nagy volt az érdeklődés, másrészt nagyon dicsértem, hogy mennyire ügyes vagy Józsika, mennyire ügyes vagy Pistike, de nem ez a lényeg, nem ez a lényeg, hanem utána a kollégák azt mondták, hogy hát tudom-e, hogy az a két kisfiú, hát inkább a rosszcsontabb kisfiú köré, így van, és hogy ott annyira figyeltek, és aztán például a figyelemzavaros kislánynál, ott is nagyon látványos volt az, hogy az év folyamán, persze természetesen ebben benne van, hogy ők önmaguktól is fejlődnek, hát ugye picikről van szó, tehát rövid idő alatt akár nagyot is fejlődhetnek, de hogy ez a megnyugvás, ez már, hogy nem annyira vagyok szétszórt, már kicsit tudok koncentrálni, tehát ugye ilyen pici lépésekben lehet előre haladni, és aki ugye elvégzi a tanfolyamot, és a saját pedagógiai környezetében nap mint nap használja, hát ott szerintem óriási eredményeket lehet elérni, és van még egy érdekes dolog, hogy azt gondolná az ember, hogy itt arról van szó, hogy majd a gyerekek nyugodtabbak lesznek, és hogy ez a legeslegnagyobb erőssége a programnak, vagy az legnagyobb eredménye, valójában érdekes módon a kreativitást fokozza. A másik kérdés, mivel Zuglóban vagyunk, és ez utolsó kérdés is, mert azért látom, hogy gyakorlatilag a mostani évadnak, mondjuk az ősszel kezdődő évadnak valószínűleg, hogy ez lesz ugye a hangsúlyos ez eleme. Ez is. Miért még mi lesz? Hát ugye természetesen, mint zenepedagógus a Cserepes Házban, ugye ha már Zuglóban... A koncertsorozat, ami ugye október, november, decemberben, azért különleges a koncertsorozatunk, mert mind a mellett, hogy interaktív. És tudjuk, hogy vannak a nagyon ismertek a kakaó koncertek, ezekben a koncertekben a kokas módszert mindig belefűzöm, és ettől egy egészen más koncert lesz, tehát a gyerekek itt nem csöndben ülnek, hanem festenek, táncolnak, közösen énekelünk, tehát van itt minden, és most a MÁV szimfonikus zenekar adja majd ezt a koncertsorozatot, ami lényegében hangszer simogató koncertsorozat lesz. És akkor még a tehetséggondozás is. És a tehetséggondozás, igen. Hát nagyon hálásak vagyunk az Zuglói önkormányzatnak, és Sokac Anikó képviselőasszonynak, mert hogy az ő segítségével 2 évvel ezelőtt elindult a Zuglói Zenei Tehetséggondozó Program, ahol a zuglói óvodákból tehetséges, zeneileg tehetséges gyermekek jöhetnek. Az önkormányzat támogatja, tehát a szülőnek ingyenes a program. Egyébként éppen most tettem fel a közösségi oldalamra, hogy még van 4 hely, tehát még oda lehet jönni. Egyébként a programnak a neve, mert ugye azt nem mondtam, és a közösségi oldalon is így szerepel, hogy zene, játék, öröm és komplex művészeti nevelés. Ez ugye takarja a saját programomat, a úgymond a kodály elvek alapján működő zenejátékörön programot és a kokasi elvek szerint működő komplex művészeti nevelési programot. Hát akkor sok sikert ehhez a munkához. Szedlacsek Katalin, köszönjük szépen, hogy én is köszönöm szépen a meghívást.